Hello mindenkinek, Rafanir vagyok, ez pedig itt az Unaloműző Baromságok Toho Edition. Ebben a részben tohós játékokat fogunk kipróbálni, igazán elvont, őrült tohós játékokat, mert hát elhihetitek, hogy abból bizony van ám választék. Nem is húzom tovább az időt, következzenek a tohó gémek. Na szóval első játékunk a Toho Chocolate Mountain, a Toho Csokoládé hegy. Annyi a lényeg, hogy ezek nagyon csokit akarnak, mert az a hegy csokiból van, és az egyik leányzó megpróbálja felhajítani a másik leányzót, a csoki hegyre. Ebben fogunk most közreműködni. Na lássuk. Na, hogy is működik? Igen. Igen, erőt gyűjtünk, még jobban, megdobjuk a waifut alaposan. Ez jó lesz. Dobjad! Dobd a waifut! Az igen! Megy, mint a távirat. Wow! Gyerünk! Bányászod a csokit. Ez egy szép kezdés. 1276. Na, küldjük meg még egyszer. Oké, pörgessük. 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 Még jobban, 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 még jobban. Igen, igen, igen. Küld meg, küld meg! Az igen, megy, mint a távirat. Egy sárkány. Na ezzel meddig fog eljutni? Szép! 4676! Rengeteg finom csokoládét kibányászott a hegyből. Ugye ha lenne ilyen hegyén, akkor gyakrabban másznék hegyet. Megmásznám, hogy nasízzak belőle egy kicsit. Na megküldjük még egyszer. Ha rosszul nyomjuk, akkor meg visszamegy a csík. Ez most kisebb lesz. Hát most még a hegyet sért el. Most csoki nélkül maradtak a waifukák. Előre! Csoki hegyre fel! Igen. 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 Nagyon jó lesz. Nem. Na ez jó dobás lesz megint csak. Repülj! Na ezzel szerintem jól beássa magát. Gyerünk, bányászod a csokit! Hát azért ez is szép eredmény volt. Lesz mit nassolniuk. Na ez lesz a legnagyobb dobás. Nos, a mostani játékunk egy rémegyszerű, relaxálós játék. A lényeg, hogy rákattintunk itt a jobb alsó sarokban erre a vacakra, erre a lyukaris térhasadásra, akkor itt mindig történik valami. És több százféle dolog történhet ilyenkor, tehát ha az embernek kedve van hozzá, akkor csak kattingat és néz, hogy mi történik. Na de lássuk. Uha. Ó, milyen kis cuki mosolygot, láttátok? Ja, az az a forgó karakter. Itt van, hogy lefúrja magát. Oké, kattintsunk megint. Raisin. Tevi megtrollkodta. Na, féltem, hogy valami jumpscare lesz.
hogy azt hiszem a semmi azt a Yuyuko! Ez egy ilyen zabagép szellem. És szitával lőtte a magokra azt a kis valamit. Tehát ami akkor a troll volt, a frász hozta rá. Ó, Flandre és Remilia! Mi vízipipáztak, vagy mit csináltok? Ó, ha megint itt vannak. Bealudtak. Hűha! Ez most egy jumpscare volt. Ó, egy ilyen meg! Kis pinduri ciculik voltak ott. Na jó, ez igazából ez a játék ennyiből áll, még rengetegféle dolog történhet, arra ott kattingatunk, azért mindent nem mutatom be. Most ilyen főző szimulátor következik, de erre annyit érdemes tudni, hogy a Toho univerzumban van egy ilyen karakter, azt hiszem Mistia, aminél visszatérő poén, hogy őt meg akarják enni. Általában a Yuyuko akarja megenni, aki egy ilyen falánk szellem. Hogy pontosan miért akarják állandóan őt megenni, hát nem is tudom, mert ő ilyen repülő, tündérszerű karakter, ezért biztos madárnak nézik. De a lényeg, hogy most ebbe a játékba őt kell megfőznünk. Hát akkor lássunk is hozzá. És itt van Moku. Ez is egy jó karakter. És itt van a menü. Hogy mit fogunk ma főzni? Süssünk valamit! Hohoho, ez biztos vicces volt. És itt van a csaj, akit megfőzünk. Először is előkészítjük. Oké, főzésre készen áll. Na, itt van a húsia. Előkészítjük a sütésre. Nagyszerű, ez nagyon finom lesz. Ja, most ki kell vajazni a tepsit. Szépen a négyzeten belül. Oké, nagyszerű, belevágtuk a húst. És most a fűszerezés jön. Só. Na, itt most lássuk, mi lesz belőle. A lehető nem a legjobban sikerült. 31 másodperc alatt főztük meg. És ennyi ez a játék. Ezt meg lenné próbálni easy, normal, hard és lunatic játék módban. De mindegyikben ugyanez van. Szóval, így kell megfőzni egy kawaii waifut. Igen, a mochi. Egy nagyon finom japán eledel. Úgy kell elkészíteni, hogy a ristés somó ideig püfölik egy nagy kalapáccsal, amíg így olyan lesz az állaga, mint a mocsinak. Legalábbis valahogy így. Lényeg, hogy Tevivel, a Hold Nyuszival mocsit fogunk most készíteni. Na nézzük. Püföljük minden irányból. De a körön belül kell maradnia. De finom mocsi lesz ebből, nyami! Kell megennék egy kis mocsit. Mintha alakulna az alakja. Hát túl hosszú lesz. Na fene. Még egyszer, finom mocsit készítünk. Hoppá! Igen, a 50%-nál járunk, ebből egy tényleg nagyon finom mocsi lesz. Kell, hogy így megnyúljon, de már kezd megnyúlni. Ne nyúljon meg! Jaj, nem megnyúlt. Ment ez már jobban is. De szóval így kell mocsit készíteni, vagyis legalábbis nem pont így, de hasonlóan.
Most jöjjön egy hasonló játék, csak Csirnóval és Ramune szódával. Olyat már a Konon biztos láttatok. Ki kell műt lőni Csirnót ezzel. Jó, felrázzunk. És beütjük. És repül a Csirnó. Most még egyszer megküldjük. Ó, felrázzunk. Á, nem, ki kellett volna lőnöm. Nem csak rázni. Még egyszer megpróbáljuk. Oké, Csirnó, repülj! Jó, felrázzunk. Repülj! Te vagy a strongest! Most még egyszer felrázzunk. És most megy, mint az őrült. Már az űrben van. És még egyszer utoljára felrázik. Hogy felmed, már 5000, 6000, 7000, 10000. Az univerzum végéig fog repülni. Repülj, Csirnókám! Oh. És Csirnó azóta is a világűrben sodródik. Ennyi. Ha jó messzire elment. Szóval ilyen messzire ment el, amit itt most láttok. Szerintem ez szép menet volt. Na de akkor már maradjunk Csirnónál. A lényeg, hogy most dinnyét kell adni a kezébe. Ekkora sikerélményem még sose volt. Még egyszer próbáljuk itt. Igen. Ez az! Odaadtam a dinnyét a kezébe. Komolyan láttatok valaha is ennyire menő játékot? Na végezetül következzen egy olyan játék, ahol ismert Toho szereplőket kell seggbe lőni egy nyíllal. Kezdjünk is bele! Most ez az elcseszett grafika. Na jó. Itt egy béke, és ott jön Csirnó. Mi van, ha meglőjük Csirnót? Az a fej! PP-vert minket. Mi van, ha a békát meglőjük? Hát az meg így nagy ívben tesz rá. Na szóval. Próbáljuk meg Csirnót akkor meglőni, ha megfordul. Ez megint nem jött össze. Vagy talán a békát kell seggbe lőni? Mint ha úgy rémlene, hogy olyat is lehet. Seggbe küldtük. Nézzük a második pályát. Na szóval, vagy meg az a másik csaj van, az a... aki Csirnó ismerőse. Uha. PP-vert. Szóval én nem tudom meglőni. De nézzük a harmadik pályát. Ja, ez Rumia. Mi ez a játék? Hmm.
azaz! Telibe! De nézzük a negyedik pályát! Na mi van ott a távolba? Egy game over. Na jó, akkor nézzük, mire tudunk itt lőni. Hát nincs itt semmi, amire lőhetek. Ez egy nagyon aranyos kis csirnóka. Csak itt áldogál és kellemes kis zene szól közbe. Viszont ha kattintunk, akkor rémisztő csirnó lesz belőle. Féljetek, mert eljön értetek. Na jó, fiúk, lányok, ez lett volna hát a mai unaloműző baromságok. Igyekeztem nagyon elvont tohó játékokat keríteni. Remélem élveztétek a műsort. Ha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek, iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk. Legközelebb.